A mai témánk a főgondok úr már mondta is, és a meghívón is szerepelt, a presbiter, mint Isten titkainak a sáfára, és én se akarok más tenni, mint főgondok úr. Előveszem azt a két mondatot, amit odaírtunk a meghívóra, és megnézzük, hogy ez mit jelent. Tehát akkor 1 Korintus 4, az első két verse, Pál apostol írja a korintusi gyülekezetnek, úgy tekintsen minket, minden ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait, már pedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. És természetesen Pál apostol ezt elsősorban magáról írja. Ugye ez a minket, ami itt szerepel a szövegben, ez Pál apostolról szól elsősorban, Pál apostol munkatársairól, vagy akár a többi apostolról. Ugye Pál apostol azért írja ezt a levelet, mert a korintusi gyülekezet, na mondjuk így szépen, nem volt a legjobban működő gyülekezet Pál apostol idejében. Igaz, hogy Pál apostol sokat dolgozott a gyülekezetben, meg küldött munkatársakat, meg ismerte azokat az embereket, akik később ott szolgáltak. Elég sok embert ismert a gyülekezetben személyesen, és személyesen törődött velük, de még Pál apostolnak se sikerült a korintusi gyülekezetből valami szuper-hiper példaértékű gyülekezetet faragni. És hogy a két levél van a mi Bibliánkban, amiket Pál apostol írt a korintusiaknak, de a levelekből kiderült, hogy ő írt még többet is, meg személyesen is oda ment, meg oda küldte az embereit, és a végén, hát nem tudom, hogy Pál apostol a végén mit gondolt a gyülekezetről. Lehet, hogy egyszerűen ő is úgy gondolta, hogy na, így sikerült. Tehát, ha összehasonlítjuk azzal, hogy ezek az emberek miből jöttek, hogy hogyan viselkedtek, mielőtt egyáltalán hívőké lettek volna, ahhoz képest tényleg nem rossz. De Pál apostolnak önmagát kellett megvédenie, még a gyülekezet előtt is. És ezért írja ezt. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait, márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. De ugyanaz a Pál máshol azt írta, hogy nem csak apostolok vannak ám. Amikor Isten szolgákat ad a gyülekezetnek, nem csak apostolokat ad, hanem másokat is. És még Timotheusnak is azt írta Pál apostol, amikor ugye Pál apostol az ő utódjának írt, hogy hogyan legyen a gyülekezet az egyház folytatása, akkor megint azt írta, hogy hát olyan embereket kell keresni a gyülekezetben, akik hűségesek lesznek abban, hogy folytatják azt a munkát, amit az apostol elkezdett, amit Timotheus folytatott, már pedig a munka nem más, mint Isten titkaival sáfárkodni. Ragaszkodni ahhoz a kincshez, amit kaptunk, és azt továbbadni, és nem csak úgy továbbadni, hanem így gyarapítani is. Ugye, mert a sáfár szó gyakorlatilag ezt jelenti. Hogy a sáfár, a vagyonkezelő, ahogy főgondok úr mondta, vagy az értékkezelő, az egy nagyon furcsa ember. De nem a személye, hanem a munkája furcsa. Mert ugye, valami gazdag ember a sáfárra bízza az ő vagyonát, vagy a vagyon egy részét, ez most mindegy. Tehát a sáfár óriási nagy felelősséget kap olyan dologért, ami nem az övé. Ugye csak kezelésre kapja. És az lenne a lényeg, hogy ahogy elhangzott, nem az a lényeg, hogy szinten maradjon, azért kapja a sáfár, mert a tulaj azt gondolja, hogy a sáfár olyan okos ember, hogy úgy fog ezzel a vagyonnal, vagy úgy fogja ezt a vagyont kezelni, hogy a végén még több is lesz belőle. Viszont a gyümölcs nem a sáfáré. Ugye? A munka a sáfáré. A felelősség a sáfáré. A gyümölcs az úré. Nem az övé. Kap fizetést a sáfár. Kaphat dicséretet is az úrtól, ha jól csinálja.
kaphat fejmosást is, ha nem csinálja jól, de nem önmagának dolgozik. Az urának dolgozik. Tehát ez olyan szemléletet követel igazából a sáfártól, ami nagyon kevés embernek adatik. Hogy úgy tudjon egy vagyont kezelni, úgy tudjon egy vagyont gyarapítani, hogy a sáfár is tudja, hogy nem biztos, hogy ettől az ő fizetése lesz nagyobb. Annyit biztos, hogy dicséretet fog kapni az urától, lehet, hogy az emberek előtt, tehát lehet, hogy növekedni fog a tekintélye, de ha túl jól csinálja a munkáját, akkor tudjátok, hogy az egyházban a jó munkának mi a, hogyan mondjam, gyümölcse. Itt minden presbiter tudja, az egyházban a jó munka, a gyümölcse, a még több munka. Ha a sáfár jól csinálja a dolgát, tehát a saját urának gyarapítja a vagyonát, akkor az ura szólni fog a barátjának, hogy nekem olyan sáfárom van, el se tudjátok, hogy tényleg? Hát nekem is van még ez két filéren. Azokat nem tudja kezelni véletlenül. És ha jól csinálja a sáfár a munkáját, akkor na, gyarapszik az értéktár, amit ő kezel, és nem az övé. Amit ő várhat, az az, hogy az ura gondoskodik arról, hogy legyen neki megélhetése, jól érezze magát, mert ha a sáfár jól érzi magát, akkor jól végzi a munkáját, ha rosszul érzi magát, akkor nem biztos, hogy oda tud figyelni, de nem magának gyarapítja a vagyont. És ha gyarapszik a vagyon, akkor ebből a munka lesz több elsősorban, ugye? Ezért nem mindenki jó lesz sáfárnak. Ezt egyszerűen meg kell látni. Vagy ha már valakit sáfárnak tettek, akkor ezt nagyon is meg kell tanulni. Hogy a sáfári gondolkodás az hogy is van. Ugye a Bibliában egy jó példa van, József. És az ura az egész vagyonát Józsefre bízta, és József nagyon jól végezte el a dolgát, de azt is tudta, hogy hol a határ. Nagyon jól tudta, hogy a sáfárságban vannak veszélyek is. Mert a végén azt gondolom, hogy én bármit mondhatok a magamé. De nem így van. József tudta, hogy nekem azt kell kezelnem, amit az Uram adott nekem. Ez a dolgom. És az Uramnak még lehetnek más dolgai, ugye József esetében felesége, de az nem rám tartozik. És ha mégis abba belemászok, akkor abba baj lesz. Aztán nem csinálta, és mégis lesz baj. Hát azt is ismerjük, amikor az ember csak a jót csinálja, és azzal hálálják az emberek, hogy hát nem hálával, hanem úgy hálálják meg az emberek a jó munkát, hogy a hátunk mögött pusmognak, hogy bizony csak azért csinálja, mert. Jó, emberektől mit várhatunk? Csak azt tudjuk, hogy Istentől mit kell várni, és mit szeretnénk majd. Amikor majd a fehér trónus előtt állunk, akkor csak egy dolgot szeretnénk hallani. Hogy hűséges szolgám voltál. Legalább én nem akarok ott mást hallani. Ez nekem így bőven elég. Oda kell állnom, és azt mondja, hogy Márko, hűséges sáfárom voltál, gyere be az atyám országába, akkor ez nekem bőven elég. És mivel kell sáfárkodnunk? És ugye ez egy fura dolog. Már azt mondja az apostol, tehát magáról elsősorban, de értjük ezt magukra is, Isten titkainak a sáfára. Remélem, hogy egy kicsit így érthető a probléma, mert sáfárkodni csak azzal tudunk, ami van. Ahogy elhangzott, hogy azt is csak el tudom adni, ami van. Ugye, ha nincs, akkor nem tudom el. Amit nem tudok, azt, amiről tudomásom sincs, ami nincs a kezemben, akkor azon, hogy tudok sáfárkodni. És ugye itt jön egy trükk, szoktam mondani, amikor bibliaiskolában is, néha-néha becsap bennünket a Biblia. A Biblia szavai néha-néha becsapnak bennünket, mert
nem mindig azt jelentik, amire mi elsőre gondolunk. Ez azért van, mert fordítást olvasunk, ugye? Nem tehetünk mást. Ha nem tanultunk görögül, akkor így jártunk, de nem baj. Tehát örüljünk annak, hogy vannak emberek, akik azon dolgoznak, hogy a saját nyelvünkön olvashassuk a Bibliát, csak ugye minden fordítás ferdítés. És görögül, és bocs, ezt ide kell hoznom, görögül itt az a szó szerepel, hogy misztérium. És ugye a misztérium és a titok az nem ugyanaz. A titok az olyan dolog, amiről nem szabad beszélni. Vagy a titok olyan dolog is lehet, amiről még nem is tudok. De azzal nem lehet sáfárkodni. Amiről nem szabad beszélni, amit nem tudok, azzal nem tudok sáfárkodni. De misztériummal kell nekünk sáfárkodni. Egy óriási nagy misztériumnak a sáfárai vagyunk. És a misztérium, tehát ez a titok a Bibliában, az olyan dolog, és ezért titok, az olyan dolog, amit ember nem tud kitalálni. De Isten kijelentette. A Bibliában, legalább amikor Pál apostol használja ezt a szót, akkor ő úgy érti. A titok, a misztérium, az olyan dolog, amit ember nem talál ki, de Isten kijelentette, onnan tudhatja egy ember is, de Isten nem azért jelentette ki, mert mit tudom, egy magfizikát akar tanítani, és akkor tanuljunk még egy elméletet. Isten azért jelenti ki ezeket a misztériumokat, ezeket a titkokat, hogy azok megtestesüljenek a mi életünkben, tehát valóra váljanak a mi életünkben. És akkor mik ezek a misztériumok, mik ezek a titkok, amikkel sáfárkodnunk kellene? Hát hála Istennek Pál apostol nem csak ezt az egy levelet írta, hanem többet is. Az Efézusi levélben leírja, hogy miről van szó. Most az egészet nem fogom felolvasni, mert az első két fejezet. Csak a harmadik fejezet első néhány versét olvasom. Tehát Pál apostol ír. Az Efézusi levél egyébként a fordítók réme. Tehát ami nálunk egy szakasz, a harmadik verstől a 14. versig, az első fejezetben, az Pál apostolnál egy mondat. Tehát elkezdi, és hát, mintha soha nem érne véget a mondat. Gondolják, hogy az onnan van, hogy a farizeusok között volt egy, hát, mondjuk így, hogy verseny. De szépségverseny. De nem arcról van szó, imádságról. Hogy a farizeusok között az volt az elképzelés, hogy a legszebb imádság az, amit egy mondatban tudok elmondani. De akkor benne legyen minden. És ők ezt gyakorolták, ugye, gyerekkoruktól fogva, meg hallották, tehát ők fejbe tudtak tartani olyan mondatokat, amit más nem. Hát és ők ezt megszokták, és amikor Pál apostol írja ezt a levelet, börtönben van, tehát nem kommunikál emberekkel, és akkor neki ugye nem zavaros, hogy egy mit tudom én hány verses mondatot írjon, nem volt kivel megbeszélni, gondolom én, és akkor egyszerűen leírta. Ja, a lényeget egy mondatban. Hát, kicsit hosszúra sikerült, de azért megvan a lényeg. Na, tehát két teljes fejezet, és akkor a harmadik fejezet elején azt írja Pál apostol, ezért vagyok én Pál, Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok arról, hogy Isten kegyelme milyen szolgálatot bízott rám a ti javatokra, amikor kinyilatkoztatásával megismertette velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Ugye? Itt elárulja Pál apostol, hogy ő Isten titkainak a sáfára, és azt mondja, ezeket a titkokat Isten nekem kijelentette, és én ezeket röviden, két rövid fejezetben, mit tudom én, 15 mondatban összefoglaltam. Ugye? Amiket azóta is magyaráznak. De azokban, ezért érdemes ezt az első két fejezetet otthon valamikor lassan olvasni, lehetőleg egy magyarázó könyvvel, hogy most hol az összefüggés, hogy ne veszítsük el a fonalat, ha nem vagyunk farizeusok, tehát ha farizeusok vagyunk, akkor menni fog, de ha nem vagyunk farizeusok, akkor lehet, hogy egy kis segítség kell hozzá. És akkor rengeteg dolgot fogunk ott találni,
ami Isten titkaihoz tartozik. Például egyszerűen az, hogy Krisztus a fej mindenek fölött. Hogy Krisztus uralkodik mindenek fölött. Nem csak feje az egyháznak, hanem feje a világ mindenségnek. Magyarul, még egy hajszálunk sem gördülhet az Úr Jézus akarata nélkül. Ezért nem kell kétségbe esni, akkor sem, ha jó dolgok történnek velünk, attól is lehet kétségbe esni, akkor sem, ha rossz dolgok történnek velünk, hanem egyszerűen mindent az Úr Jézus kezéből el lehet fogadni. K.T. első válasza, ha valakinek feltűnt, ha még emlékszünk a K.T. kérdésekre és feleletekre. A K.T.-nk is ugyanazt csinálja, mint amit Pál apostol akar. Vannak dolgok, amiket mi soha nem találtunk volna ki. Ezek Isten kijelentései. De ezért, ezek nem azért vannak, hogy fejből tanuljuk őket. Isten kijelentései nem azért vannak, hogy fölmondjuk őket. Isten kijelentései nem azért vannak, hogy könyveket írjunk róluk. Isten kijelentései azért vannak, hogy amit Isten kimond, azt gondoljuk komolynak, és azt szerint alakítsuk az életünket. Akkor testesül meg az ige, akkor valósul meg az ige. Akkor tudunk sáfárkodni Isten titkaival. Először megtudjuk. Honnan? Az igéből. Bibliolvasásból, igéhirdetésből, mindegy. Először meg kell tudni. Kettő. El kell fogadni. Rá kell állni, a szabad így mondanom. Tehát végig kell gondolni, hogy ha az igaz, amit Isten kijelentett, akkor az én életemben az mit jelent? Akkor mit kellene másképp csinálni? Mit kellene jobban csinálni? Mit kellene nem csinálni, amit szoktam? Mit kellene elkezdeni csinálni, amit nem szoktam? Sok kérdés merülhet föl, és utána, amikor már van valami elképzelésem, hogy ez a dolog, ami először csak szavakból állt, hogyan valósulhat meg az én életembe, és lehet, hogy ezt imádságban többször vissza kell kommunikálni Isten fele. Hogy én azt gondoltam, hogy te ezt mondtad, de most már nem vagyok benne biztos, hogy azt jelenti ilyen, mert az életemben nem azt láttam, és akkor mondjál már valamit, hogy jól csináltam, nem csinálom jól, ugye? Szükséges a két irányú kommunikáció, de amikor már láttam megvalósulni a saját életemben egy-két dolgot, amiről a Biblia beszél, én ezt az ígérdetésből tudtam meg, és kipróbáltam, és működik, onnantól kezdve van nekem egy kis kincsem. Van nekem olyan tapasztalatom, nem csak tudásom, nem csak ismeretem, van nekem olyan élettapasztalatom, hitbeli élettapasztalatom, amivel tudok sáfárkodni. Mert ha ezt a tapasztalatot megosztom egy gyülekezeti taggal, aki ismer engem, aki ismeri az életemet, és a másik ezt hitelesnek gondolja, és ezért ő is elkezd rajta komolyan gondolkodni, és ha megadja Isten az ő életében, ugyanaz a dolog valósul meg, akkor már két kis kincs van. Igaz? Olyan egyszerű a történet. Ugyan ez a sáfárkodás, hogy amit megértettem Isten igéjéből, azt próbáltam először a saját életembe hasznosítani, ugye K.T. állandóan kérdezi, és ennek mi haszna? Mi a haszna annak, hogy ezt megtudtuk? És ha nem emlékszünk a K.T.-ra, le lehet tölteni, akár telefonra is, és akkor a gyerekek is a telefonon olvasnak valamit, akkor mi is elővehetjük a mi telefonunkat, hogy hú, nekem is van egy jó könyvem a telefonomon, kézzel kérdések vannak benne, meg válaszok, nagyon jó dolgok vannak benne. Újra olvashatjuk. És ugye nem most írták, de borzasztó aktuális. Amikor elhangzik egy tanítás, egy sor a hitvallásból, ez mit jelent?
És akkor a KT összefoglalja, ugye még 30 évesek voltak a teológusok, akik írták azt. Hát, most kellene egy 30 évestől ugyanazt megkérdezni, csodálkoznánk, hogy ők mit mondanak. És utána elég sűrűn jön a kérdés, jó, oké, szép, de ennek mi haszna? Magyarul mit csináljunk ezzel, hogy ezt tudjuk? És pak, arra is jön a válasz. És ugye a KT-t nem úgy kell olvasni, hogy na, be kell magolni, mert ugye a tudás, nem, a KT-t úgy kell olvasni, először is milyen úgy, milyen jó kérdések vannak benne. Hát, ezeket néha érdemes feltenni tiszteletes úrnak, vagy tiszteletes asszonynak, mert ez tényleg jó kérdés, ez nekem is kérdés, kíváncsi vagyok, hogy ő mit fog mondani. Aztán nagyon lassan elolvasni a választ, és elgondolkodni rajta, hogy most képzeljük el, hogy egy nálam idősebb, hitben tapasztaltabb ember mondja ezt. Akkor én ebből egy, mit értettem meg? Kettő, én ebből mit láttam a saját életemben eddig? És három, amit már mondtam, ha ez valahogy nem nincs benne az én tudatomban, akkor mit kellene másképp csinálnom? Ugye? Ezért is jó KT-t fölolvasni akár Isten tiszteleten, hogy akkor a heti dózis megvan. Hát vagy egyet, egy kérdést egy héten úgy is lehet. De ugye ez a sáfárkodás. És ezért fontos, hogy a presbiterek látogassanak családokat, nem csak a lelkész, hogy a lelkész akkor megy, amikor tényleg nagy a baj. És vannak, akik félnek is attól, hogy valaki beteg, és akkor rokon kérdezi, hogy hívjam a lelkész. Olyan nagy még nem a baj, ugye, az még ráér, mert ugye az a párosítás, gondolatpárosítás jön elő, hogy utolsó kenet. Bár nálunk nem szokás, de nem. Hát akkor már félig meggyógyultam. Nem. Tehát, ugye, és még így is általában elég későn mennek az emberek a lelkészhez lelki gondozásért, hogy eláruljak egy titkot a lelkészi szolgálatból, hogy általában aki felkeresi a lelkészt, mert valami nagy kérdése van, annak jobb lett volna, ha 2 évvel korábban kereste volna meg a lelkészt, és akkor tette volna fel a kérdést. Olyan a lelkészek mindig csak a válás után tudják meg, hogy baj van a családban, és nem előbb. Nem akkor kezdődik a probléma, amikor ők már megoldották, de most nem tudják, hogy hova tovább. Na, tehát ez a profi munka. Ugye? Ezért járt a lelkész egyetemre. Ezért beszél más lelkészekkel. Ő egy különleges ügynök, sáfár az egyházban. De amit titok rám van bízva, azzal én is tudok sáfárkodni. Lehet, hogy nem nagy dolgokat tudok mondani. De kis dolgokat tudok mondani. És ha az egy kis dologból, két kis dologból, az is 100%-os gyarapodás, ugye? Ha nem csak akkor számít, ha az 1000-ből lesz 1000, az ugyanúgy érvényes, amikor az egyből lesz még egy. Az ugyanaz, ugyanazt csináltam, csak én az én szintemen, otthon én ezt tudom. És lehet, hogy nekem kis dolog, de a másiknak nagy dolog. Amikor egy hiteles ember a saját hittapasztalatai alapján egy hasznos tanácsot tud mondani, ami azért működik, mert Isten úgy teremtette a világot. Tehát nem azért működik, mert olyan okos az illető, hanem az illető is Istentől tanulta meg, hogy így működik az élet, amit Isten hozott létre, és ő osztja meg ezt a gondolatot a másiknak, ez egy óriási kincs lesz. Akármilyen kicsi is lehet az én szemembe. Mert ő a nulláról jutott az egyhez. Ugye ezt 100%-ban nem is lehet kifejezni. Az ő életében egy teremtés történt meg, ha szabad így mondanom. Amikor valamit megtudott, amit eddig nem tudott meg. Pláne, amikor olyan gyümölcs keletkezik az ő életébe, ami eddig nem volt. Ugye ez Istennek a csodája. Neki is, lehet, hogy nekem is. Bár én azt gondoltam, hogy pici dolog. De nem pici dolog. Amikor osztódik. És igazából ez a presbiteri munka. Milyen emberek tudják ezt a munkát elvégezni? Hát Pál apostol azt mondja, hogy a sáfártól elsősorban azt kérik, hogy hűséges legyen.
És a hűség az egy nagyon érdekes dolog. Én nem tudtam, hogy ez milyen érdekes dolog. Akkor jöttem rá, amikor még Budapesten a lelkésszel együtt egy házaspári kört indítottunk. Korábban nem volt a gyülekezetben, kiderült, hogy szükség lenne rá, nem mondom azt, hogy igény. Nem biztos, hogy a házaspárok mondták, hogy erre nagy szükség van, de a presbitérium úgy gondoltuk, hogy nem ártana, hogyha egy kicsit, hogyan mondjam, célirányosan beszélnénk a házasságról. És nem volt jó ötletünk, hogy ezt mire fűzzük föl. Ugye lehet csak így egy témát leszedni a fáról, de úgy voltunk vele, hogy legyen valami gerince a dolognak, és akkor azt találtuk ki, hogy a református házassági esküről fogunk beszélni. Ugye abban rengeteg dolog benne van, tehát 3 évre előre megvan az anyag, csak ugye a veszőtől a veszőig végig kell menni rajta, és akkor ugye hát első alkalom, hogy de miért teszünk esküt egyáltalán? Mit jelent az, hogy eskü? És miben más ez, mint egy ígéret, vagy csak egy aláírt papír? Ja. És akkor nem tudom, 3. alkalom, hűség. Mert ugye azért elég sokszor, érdekes módon nagyon sokszor tér vissza a házassági eskü szövegeiben az a szó, hogy hűség. Jó, következő alkalom, hűség. Tehát leülök, kezdek komolyan készülni, előveszem az etikakönyveket, mert mit csinál az ember ilyenkor. Hűség. És az etikakönyv azt kezdi elmagyarázni, hogy milyen fajta hűtlenségek léteznek. Tehát hűség címszó alatt felkezdi sorolni, hogy mi nem hűség. Ami nagyon érdekes, csak nem ez volt a téma, tehát nem a hűtlenségről kellett beszélnem. 1. 2. Ha azt akarom tudni, hogy mi az autó, és elmagyarázzák nekem, hogy nem kocsi, mármint a régi értelemben, nem vonat, nem gőzhajó, a végén még mindig nem tudom, hogy mi az autó, már bocsánat. Tehát beszéljük már meg, hogy mi az autó, és utána én is tudom, hogy a gőzmozdony nem autó. De az, hogy az autó nem gőzmozdony, az nekem nem segít, mert akkor a gyertya sem gőzmozdony, de mégse autó. Hát, jó, gondoltam, hogy rossz könyvet vettem elő. És elővettem a következőt. Meg a következőt. Meg a következőt. Mindegyik ugyanazt csinálta. Senki sem akarta a hűséget definiálni. Mindenki a hűtlenségről akart beszélni. Hát lehet, hogy azért meg könnyebb, mert ugye hát én ezt nem csináltam, akkor ez hűtlenség, nem? Tehát akkor legalább nem magamról kell beszélni. És nem tudtam, még mindig nem tudom jól megmagyarázni, hogy mi a hűség, de én onnan indultam ki az előadásban is, hogy a hűség az gyakorlatilag azt jelenti, tehát a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden ügy közös ügy. Tehát ez a hűség. Tehát nincs többé enyém tied, hanem minden ügy közös ügy. Így fogom fel én, így fogja fel a feleségem, minden ügy közös ügy, és ha minden ügy közös ügy, ha ő is közös ügy, meg én is közös ügy vagyok, tehát soha nem vagyok egyedül. Ha munkahelyemre megyek egyedül, akkor sem vagyok egyedül. Hogy viselkedem ott, az is közös ügy. Na, így próbáltam elmagyarázni. Minden ügy közös ügy. Nem mindenki értett vele egyet, nem is kell. Csak ez segít. A sáfár egy ember, aki hűséges. Aki tudja, hogy a gyülekezetben csak közös ügyek vannak. Úgy közös, hogy Istennel és velünk közös ügyek vannak, mert ha ezek nincsenek, akkor nincs gyülekezet. Bocsánat, ez annyira egyszerű. Akkor lehet vallásos klub, akkor lehet, mit tudom én, szabadidőtársaság, de hát akkor ez nem egyház. De ha Istennel közös ügyeink vannak, akkor ott már elkezdődik az egyház. De úgy is, hogy a gyülekezetben közös ügyeink vannak. Ha egyszer mindenki Isten népéhez tartozik, tehát ugye, persze Pál apostol erről beszél,
a hűséges sáfár az, aki hűséges az ura iránt. De hát a gyakorlatban ezt sajnos hozzá kell tennem, hogy de a presbiter hűséges a gyülekezet felé is. Azért is látogat a presbiter, hogy az otthonokban lássa meg, hogy az emberek hogyan élnek valójában. Mert nem biztos, hogy a szegény ember piszkos ruhában jelenik meg az Isten tiszteleten. És fordítva se igaz. Nem biztos, hogy aki szép ruhában jelenik meg az Isten tiszteleten, annak otthon nincsenek bajai. Az akkor derül ki, amikor oda megyünk. Az akkor derül ki, amikor 18 fok van ott, vagy még annyi sincs. Amikor nem kínálnak teával, mert nincs. És ugye a legjobban fognak engem kínálni, mert látogatókba jöttem, és akár ugye kölcsön is kérnek cukrot a szomszédból, mert én jöttem látogatóba. Akkor se a legrosszabbat fogom látni. De ha van szemem, és van szívem, akkor ott fogom látni, hogy mi a valós helyzet. Hogy élnek férfeleség gyerekek. Képet mutatni lehet, de ha ott ülök egy fél órát, akkor nekem lesz képem. Nem lesz képem, hogy beleszóljak, de lesz képem a helyzetről. Hogy mi történik. És magammal viszem, és ha 3 hónap alatt sok hasonló dolgot láttam, akkor azt lehet, hogy kellene megbeszélni a presbitériumban. Ugye nem mindig az a legszegényebb, aki a leghangosabb, azt is tudni kell, ezért oda kell menni. Mert én abból a gondolatból megyek oda, hogy van nekem kincsem a szívemben, amit tudok megosztani a másikkal, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy soha nem voltam ilyen szegény, mint ő. Akkor erről ne beszéljek. De lehet, hogy a gyülekezetnek van egy másik kincse. Most még nincs. Most még valakinek a zsebébe van. De ha minden ügy közös ügy, mint az első gyülekezetben, akkor mondhatom, hogy hát az a nagy helyzet, hogy név szerint nem fogom elmondani, de vannak testvéreink, akik most nagy-nagy bajban vannak, és kérjük szépen, itt egy külön persely, aki diakóniai célra szeretne adakozni, ide tesszük. És ki tudja, lesz ott egy Barnabás, aki előadja a mezejét. Eladja a mezejét, az egész árat odaadja a gyülekezetnek, és a gyülekezet nem másik mezőt vesz belőle, hanem befektet emberekbe. Mert ugye, remélem, hogy mi emberekbe gondolkodunk. A világ csinálhat, amit akar. De mi az egyházban emberekbe gondolkodunk. Ha valamire szükség van az egyházban, a gyülekezetben, akkor remélem, hogy a presbitériumban az első gondolat az, hogy ez kinek lehetne szívügye. Kinek lehet ez szívügye? Hogy, mit tudom én, nincs gyerekalkalom. Kinek lehet ez szívügye a gyülekezetben? Menjünk oda, kérdezzük meg. És szoktam javasolni, hogy minden szolgálatban az elején mindig 2 ember álljon be, soha nem egy valaki egyedül, mindig legyenek 2, hogy tudjanak imádkozni is, meg mindenki szokja meg, hogy náluk az egyházban mindig dupla vezetés van, tehát mindig lehet, hogy a másik nap jobb ötlete van, mint nekem, bár nem nagyon sűrűn szokott előfordulni, de hát ha, na mindegy. Tehát, ha nincs gyerekalkalom, akkor keressük meg azt a 2 embert, akinek ez szívügye. És tudjátok, utána nem kell pénzügyi keretet beállítani a költségvetésbe. Ha megtaláljuk azt a 2 embert, akinek a gyermekisten tisztelet mondjuk a szívügye, akkor a saját pénzükből is fognak rááldozni. Ha pénzbe gondolkodunk, akkor nem biztos, hogy így működik. De ha emberekbe gondolkodunk, ha meglátjuk az embert a gyülekezeti tagban, ha meglátjuk azt az embert a gyülekezeti tagban, akit Isten valamiben tud használni az ő országának az építéséhez, a mi közösségünkben. Akkor lettünk hű sáfárok, és érdekes módon, mert ugye ez itt a kicsit itt a fura, hogy mit csináltunk igazából. Hogy
titokban sáfárkodtunk a másiknak a kincsével. Sáfárkodtunk fejbe a másiknak az adományával, a másiknak a szívével, amit úgy értek, hogy megadtuk a másiknak is a lehetőséget, hogy hasznosítsa azt, amit ő kapott a mi közös Urunktól. És talán ez az egyik legfontosabb vezetői feladat. Ugye ezért örültem annak, hogy láttam azt, hogy sáfár, ugye a sáfárságról beszélünk. És kiderült, hogy ez egy óriási téma. Remélem, hogy sikerült néhány dolgot kiemelni most. Remélem, hogy tudjuk emészteni majd ezeket a gondolatokat. Még egy dolgot szeretnék mondani a sáfárságról, amire ma utaltam az elején. A másik nagyon fontos vezetői képesség az igazából az elöljárás. És akkor azt most nem úgy értem, hogy én mutatok példát, remélem, hogy az is. De az elöljárás, ugye az azt jelenti, hogy mint amikor a nyáj előtt megy a pásztor, közel-keleten így szokás, ha elől járok, akkor én látom először a problémákat. Én. Ugye? Ha hátul megyek, minden bárány beleütkezik egy problémába, és amikor már nagy a végetés, akkor eszmélek, hogy ja, itt van egy probléma. Akkor nem jártam elő. Akkor tűzoltó vagyok, nem vezető. Ha elöljáró vagyok, akkor én látom azt a problémát, amit a nyáj még nem. Mert tovább látok. Nagyon fontos vezetői képesség, hogy üljünk le közösen, és beszéljük meg, hogyha mindent ugyanúgy csinálunk, mint eddig, akkor 1-2-3 év múlva hol tartunk? Ha semmi se változna, innentől kezdve, minden dolog úgy menne tovább, hogy most. Pénzügyek, gyülekezet gyarapodása, a korfa, ha minden úgy megy tovább, mint most, akkor 1-2-3 év múlva hol tartunk? És ha azt látjuk, hogy 2 év múlva lesz ebből baj, ha nem változik meg semmi, akkor nem 2 év múlva kell azon elkezdeni gondolkodni, hogy mit kellene másképp csinálni. Ugye? Akkor már most kell elkezdeni gondolkodni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy 2 év múlva ez a probléma is legyen. És a gyülekezeti tagok nem is fogják megérteni, hogy miért jár össze ilyen sűrűn a presbitérium, miről kell beszélni, nincsenek itt problémák. Hát azért jár ilyen sűrűn össze a presbitérium, és ezért beszélnek 100 000 dologról, ma azt akarják, hogy az így is maradjon. Mert nem tűzoltónak hívott el bennünket az Úristen, hanem sáfárnak, azaz részben elöljárónak. Nekem kell, nekünk kell, mint presbitériumnak. Nekünk meg kell értenünk a helyzetünket, és előre kell látnunk. Előre kell látnunk a várható dolgokat. Mert ha előre látjuk, akkor nem reagálunk, reagálni fogunk, hanem előre fogunk lépni, hogy ilyen probléma ne legyen. És ebben segíthet az a missziói terv, amiről majd a második előadásban szeretnék néhány dolgot mondani. Köszönöm szépen a figyelmet!